Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek a Pécs Aktuál társalgó című élő interaktív első talkshowjába. Már egy nagyon különleges vendéggel készültünk, Dobronai Lászlóval. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Elhiszed el, hogy én köszönöm. Úgy érezzük, hogy ez a mostani korszaka rettegés és a rettegtetés korszaka. Félünk mindentől és mindenkitől, a járványtól, a vírustól, az energiaválságtól, az inflációtól, egymástól is, miközben valójában nem kellene félnünk senkitől és semmitől. És Laci az, aki úgy gondolom, hogy erről talán hitelesen tud majd önöknek beszélni. Ő ugyanis meghalt, és feltámadt. Bármennyire is furcsán hangzik ez. Hú. De inkább mondja elő, úgyhogy arra szeretném kérni, bizonyára sokan tudják, hogy ki Dobronai László, de azok kedvére, akik esetleg nem. Azt én most fogom a fejem erre. Most komolyan feltámadt. Hát egyetlen mondd el a verziódat. Egyetlen egy emberről van tudomással, ugye a legendák és az írások szerint. Tudják, milyen nehéz itt ülni? Ilyenkor mindig veszek egy nagy levegőt, hogy mi a túrót tudnak ilyen most mondani. Jövőre lesz 30 éve, hogy valami történt velem. Nem mai. Mégis végig elkíséri az életemet, és olyan, mintha ma lett volna. Ma reggel így kezdődött a napom. Nagyon furcsa. Autóba ültem, elindultam a munkahelyemre. Aztán pár kilométerre később egyszer csak egy fának ütköztem. Ezt hagyjál, hogy fának ütközik az ember. Van már ilyen. Volt is, lesz is. Ezt hagyjál, hogy 140-nel mentem akkor. Mert meg akartam menteni az életemet. Ugyanis nem sokkal korábban az autó megcsúszott, éppen befejeztem egy előzést, beálltam egy teherautó elé. Valamilyen oknál fogva egy pár száz méterrel később az autó már csúszott az út túloldalára, hogy jött szembe egy busz, és azért, hogy megmentsem az életemet, én ráléptem a gázra. És valószínűleg az a szerencse, hogy egy kis piros sportautón volt. Aztán nem tudom, hogy a szerencse, hogy nem vettem el a gázról a lábamat. És mivel egy kicsi piros sportautóban ültem, hát nagyon gyorsan felpörgött a motor. És amikor a fának csapottam, akkor már 140-nel ment az autó. Megfogott a biztonságjöv, előre lendültem, és bejött a kormány. És hát össze-vissza tört a fejem. Na, de én ebből mit sem tudtam. Persze azt tudtam, hogy jön a kormány, azt tudtam, hogy jön a sötétség, meg azt is tudtam, hogy amikor legközelebb magamra eszmélek, akkor kiugrom az autóból, hogy oké, akkor majd szólok a munkahelyemen, hogy ez történt, és ne várjanak. El kell intéznem, hogy elvigyék a roncsot. De amikor megállt mögöttem egy teherautó, amit éppen nemrég előztem meg, és kiugrott belőle egy fiatal ember, meg egy idősebb sofőr, nagy szakállal. Nagyon furcsa volt, hogy én hiába kiabálok nekik, hogy menjenek a dolguk, ne álljanak meg, ne foglalkozzanak velem. Hát, mint hogyha ennek a plakátnak beszélnek itt a háta mögött. Senki nem figyelt oda. Ezt nem értettem. Azt hittem, hogy halkan kiabálok. Megpróbáltam még hangosabban kiabálni. És futott felém a sofőr. Nem tudom, mennyire látják, de itt ment el a feje. És ugye, hogyha itt megy el valakinek a feje, akkor össze kell, hogy ütközzünk. És mivel nem ütköztünk össze, én nem értettem. És
visszafordultam, és folytattam volna tovább neki, hogy tehát ez mi volt? Tehát ott volt egy piros sportautó, és ült benne valaki, és nem értettem, hogy neki mentem valakinek. Hát én itt vagyok, ez nem az én autóm, mert akkor nem lehet benne senki. Vagy ez egy álom? Milyen rosszul kezdődik ez az egész? Nekem oké, föl kell ébrednem. Mert nekem akkor munkahelyre be kell mennem, mindjárt jön anyukám ébreszteni, de előtte föl kell ébrednem. És megpróbálom megfogni magam, mert ugye azt szokták mondani, hogy csípd meg magad álmodba, fogd meg. Mert akkor lehet, hogy felébredsz. De amikor az ember megpróbálja magát megfogni, és azzal szembesül, hogy az nem olyan, mint amit eddig megszokott, akkor mit fogjak meg? Szóval hagyján, hogy az egyik odaroljon az autóhoz, és ki akarja menteni, illetve ki akarja nyitni egyáltalán az ajtót, hogy kimentse azt, aki benne ül. De aki 21 néhány méterrel odébb egy nyomdaüzem portájához odaszalad, azt miért látom, hogy éppen emelte a kagylót a portás korábban, és már csöng a telefon, mert hívja a mentőket, és szól a fiatalembernek, aki odaszaladt, menjél vissza és irányítsd a forgalmat. Ott állok az út szélén 21 néhány méterre ettől, és tudom, hogy ott mi történik. És azt hagyján, hogy azt tudom, hogy mi történik ott, de azt is, hogy aki ott van az autómnál, akkor miket káromkodik magában. Hogy nem tudja kinyitni az ajtót. És azt mondtam, hogy várjunk, álljunk meg egy pillanatra, kezdjük már el előről ezt az egészet. De ez nagyon rossz álom. Ilyet nem álmodhatok. És akkor még jobban megijedtem, amikor felvette egy hölgy a telefont. De az már a városban volt, jó pár kilométerrel odébb, és pontosan tudtam, hogy ki az a hölgy. És nem is az az érdekes, hogy felvette a telefont, hanem tudtam, hogy ő nagyon nem akar bent lenni aznap. Mert a kicsi fia 4,5 évesen ott fekszik egyedül lázasan a szobájában. Mert a hölgy elvált, és egyedül neveli a gyerekét. És nagyon megijedtem. Tehát ilyet nem tudhat az ember. Ott állok az út szélén, miközben ez történik. Hát én nagyon betojtam. És tényleg azon könyörögtem, de hát kezdjük már el ezt az egészet, most föl kell ébredni, valami történjen már. És erre egy hatalmas fény, egyszer csak így elárasztott mindent. Fölnéztem, és a fák koronája fölül, 15-20 méter magasról, mint hogy kinyitottak volna egy kétszárnyú ajtót, olyan volt. Megjelent valaki ebből az ellenfényből, neki támaszkodott az ajtó félfának, és összekulcsolta a kezét, mint hogy most Gábor összekulcsolja. És így rácsodálkoztam, hogy te jó ég, hát ez baromi erős fény, hát elnyomja a napot, és nem bántja a szememet, ez mi? És körbenéztem, és olyan gyönyörű, olyan megmagyarázhatatlan színű lett ez az egész. Látják ott azokat a színeket hátul? De ez mind benne volt. És mégis olyan szürkés, olyan nyomott az egész. Körbenéztem, elcsodálkoztam. Elcsodálkoztam, hogy mennek az autósok, miket gondolnak. Két ellentétes példát szoktam mondani általában erről. Egy idős bácsi, aki a feleségét vitte a piacra. Kipakoltak, vitte vissza az üres rekeszeket, hogy majd újra megszedik a másnapi piacra. Ő nagyon akart menni. És mivel, hogy egy fiatal ember irányította a forgalmat, elengedett az egyik oldalról 5-10 autót, aztán a másik oldalról, ezért nagyon bosszankodott magában. Nekem már rég haza kellett volna érnem, hiszen nem tudom leszedni a terményt. És amikor meglátta, hogy baleset történt, és meglátta, hogy ott ül az autóban valaki, akkor azt mondta, hogy dögölj meg ott, ahol vagy. Hát akinek ilyen autója van, az meg is érdemli.
és nem értette. Hogy gondolhat ilyet egy ember egy másikról? Aztán a másik oldalról megjött egy fiatal pár, és a hölgy éppen szülni készült. Hatalmas nagy hassal ott ült a férje mellett. És mondta, hogy de siessél már, mert most ment el a magzatvíz. És a férjéről így csorgott a víz. Igaz, hogy nyár volt, na de folyt róla a víz. És mondta, hogy de nem tudok gyorsabban menni, látod, hogy valami történt. Ott áll egy teherautó, irányítja valaki a forgalmat, elenged egy pár út, nem tudok gyorsabban menni. És amikor odaértek az autó mellé, és a hölgy meglátta, hogy valaki ott ül benne, akkor elsírta magát, mert azt mondta, hogy ez nem igazság, hogy én most valakit a világra akarok hozni, és ezért valakinek el kell menni, hogy helyet adjon neki, akit én fogok most megszülni. Hát ilyeneket láttam, és nagyon elcsodálkoztam ezen az egészen. Meg azon, hogy ki a csoda lehet az ott fönt a fák koronája fölött, az ajtó kinyitva. Mi ez az egész? És nem is ez volt az érdekes, hanem amikor magam elé néztem, akkor vettem észre. Rengeteg ember otthon előtte. Nem 50, nem 200, több ezer lélek otthon előtte. Szóval hagyján, hogy ők ott vannak, hanem ott áll velem szemben az az ember, akit 12 és fél évesen, majdnem 13 évesen elveszítettem, mert meghalt. Ő volt az édesapám. Én akkor nagyon-nagyon haragudtam arra, akit én akkor Istennek gondoltam, és azt mondtam, hogy elmehet a csodába. Hogy képes arra, hogy akit én ennyire szeretek, elveszi? Hát ilyen Isten nincsen. De hát ez nem segített rajta. 46 éves volt, amikor meghalt. És egyszer csak ott áll velem szemben. Nagy mosollyal, és olyan fiatalon, hogy én soha nem ismerhettem. Hiszen akkor én még terpesen voltam. Mint amikor az édesanyámat megismerte, és nagyon-nagyon boldog volt. És azt mondta, hogy nem kellett volna még jönni, túl korán jött el, és nem értettem. Egyrészt, hogy kerül ő ide, másrészt, mi az, hogy túl korán jöttem. Kisen nyitottam a számot, de válaszolt rá, hogy akit eddig magadnak gondoltál, az ott ült az autóban, nem kellett valami meghalnod. És ezt sem értettem, hogy akit eddig magamnak gondoltam, hát én itt vagyok. Kit gondoltam én magamnak? Hát valaki más van az autóban. És azt mondta, hogy dehogy is, hát nézd meg. Az a test, akit eddig magadnak gondoltál, ott van az autóban. Na és akkor éreztem, hogy felemelkedek egy picit, megkerülöm az autót, oda lebegek, és a szélvéden keresztül megnézem azt az embert, akinek össze-vissza van törő a feje és ömlik belőle a vér. Nem ismertem magamra. Gondolom minden nap reggel megnézik magukat a tükörben, meg minden este, amikor megmossák a fogukat, hogy vajon ki vagyok én, de jól nézek ki. Hát az kutyafüle ahhoz képest, hogy az ember szemtől szembe látja önmagát. Nem a tükörképe, nem a mása, nem egy fénykép. Szemtől szembe találkozom önmagammal. És tudják, milyen jó? Hát én akkor azt mondtam, hogy
Hát ha ennyi, hát ez buli, a legjobb dolog. Annyi, de annyi ember volt körülöttem, és mind-mind azért, mert egy kicsit később én újra átéltem az életemet, és azokkal az emberekkel kellett találkoznom, akik részesei voltak. Mindenki ott volt. Ha legközelebb úgy találkozunk a halálunkban, nézzenek egy kicsit körül. Mindannyian ott vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy a másik mire gondol ilyenkor. És pontosan tudjuk, hogy milyen feladataink voltak, amit vagy megoldottunk, vagy nem. Mert hogy emiatt találkozunk a másikkal, hiszen meg akartuk oldani szeretetben, amit eddig nem tudtunk megoldani. És újra átéljük, hogy sikerült, vagy sem. Hát néha nagyon húzós. Bocsánat, ez egy ilyen érzelmi sok, tehát ezt így mind egyszerre, egy időben érezted? Ez több, mint érzelmi sok, Gergő, mert egyszer tudom, hogy én mit csináltam, tudom, hogy a másik mit csinált, hogy én mit tehettem volna, a másik mit tehetett volna, milyen hatással voltam az életére, és hogy a szeretet hogyan tette volna ezt az egészet, ezt mindegyszerre látod. Attól, mert én gondolkodom, azért vagyok ember. Ha nem gondolkodnék, akkor ösztönösen cselekednék és állat lennék. És amikor szembesültem azzal, hogy én állat is tudok lenni, az annyira, de annyira rossz. Ez mit jelent, bocsánat, hogy állat is? Hát, hogy én ösztönösen csináltam, mert úgy gondoltam, illetve nem is gondoltam, úgy éreztem, hogy ez jó. Amikor nem gondolkodok, hanem csak úgy csinálok valamit. Csak úgy csípőből azt mondom, hogy... Csak úgy csípőből azt teszem, hogy... És ott van veled szemben egy másik ember is. És nem, hogy átgondolom, hogy mit mondok, mit gondolok, mit teszek. De közelébe sem vagyok annak, hogy ilyen emberként legyek. Annyira döbbenetes, amikor az ember szembesül azzal, hogy én ennyire vagyok képes. De én ezt akartam. Hát én azt akartam megoldani a legnagyobb szeretetben, hogy mind a ketten végre le tudjuk tenni ezt az egészet. Hogy vagyok képes úgy tenni, hogy úgy gondolni a másikra akár. Hú, de kemény. Ugye nem tudják maguk se, hogy hány emberrel találkoztak eddig az életükben. Én se tudtam. És azóta sem tudom, persze. Hát nagyon sokan vannak. És tudják, milyen jó volt, amikor nagyon pici gyerekként a szüleim bedolgozók, illetve édesanyám bedolgozó volt, és vitték vissza, amit éppen kötött, mert ő egy kis kötőgéppel kötött otthon. És azt mondta, hogy bent Budapesten az Oktogonnál volt egy, hát, pékség, cukrászda, jó így tudja, krémes is volt, meg turrostáska, meg mindenféle ilyen, és mondta, hogy menjél, vegyél magadnak, amit szeretnél, ott van szemben az újságos, és kért tőle ilyen, meg ilyen újságot, és ezt a pénzt, amit vissza akar adni, mondta, hogy köszönöm szépen, nem kérem. És egy kis vidéki gyerek a városban elengedik őt, gondolom nagyon nagy, nem tudom elképzelni, hogy mi lehetett édesanyámban. Oké, de azt meg kell lépnem, hogy elmenjen. Megbízom benne, hogy vissza fog jönni, és nem téved el. Kihúztam magam, megvettem a túróstáskát, oda mentem az újságoshoz, és egy idős bácsi egy kis fáci sapkában nézett ki a lukon, és kérdezte, hogy na miben segíthetek? Elmondtam neki nagy hangosan, hogy jó napot kívánok, ezt is, ezt szeretném. Odaadta,
odaadtam a pénzt, akarta visszaadni az aprót, azt a pár fillért, mert akkor még volt. És mondtam, hogy köszönöm szépen, anyukám azt mondta, hogy ne kérjem vissza, viszontlátásra. És olyan, de olyan melegség, olyan mosoly volt az arcán, hogy el nem tudom mondani. És ilyenekre fogunk emlékezni. És nem arra, hogy hány diplomám van, hogy milyen kocsit vettem tegnap, meg hány házam volt. Azt se tudtam, hogy hogy hívnak. De erre emlékszem, és el tudom mondani, hogy amikor a másik ember szemébe nézünk, és azt tudom neki mondani, hogy de jó, hogy itt vagy. Olyan nagy dolog, hogy el nem tudom mondani, hogy ez mennyire értékes tud lenni. És nem tudom, itt mennyi idő telt el. Tehát az pár ezer ember, aki ott volt az korábbi életemben, hát mindenkivel volt dolgom. Amikor egyedül voltam, és a saját gondolataimmal voltam, akkor is volt dolgom. És nagyon nem mindegy, hogy hogy gondolok önmagamra, hogy gondolok a másik emberre, mit mondok, mit teszek, vagy mit mulasztok önmagammal, vagy a másikkal szemben. Hát ezt újra átélem. Szóval nem tudom, hogy mennyi idő telt el, de egyszer csak úgy szép lassan mindenki eltűnt. És olyan dolgokat láttam, hogy el nem tudom mondani. Az kevés, amikor azt mondtam, hogy én csak ennyire vagyok képes. Olyan, fú. Nincsenek rá szavak, hogy milyen embertelen tud lenni az ember. És milyen jó volt az, amikor azt mondta a másik, hogy figyelj, nem is érdekel, hogy mi történt. Én így is szeretlek, hogy vagy. Annyira felemelő, hogy nem tudom elmondani. Hogy de hát én ártottam neked. Én azt gondoltam rólad, és nem érdekel. Nem jobb így. Annyira jó, hogy el nem tudom mondani. Ez tényleg olyan, mint a pokol, a tisztító tűz és a mennyország. Érzem, amikor megtisztulok attól, amit hordozok magamban. Olyan, de olyan jó megölelni a másik embert, hogy el nem tudom mondani. Pedig nincs ez a testem. Nincs szemem, nincs fülem, nincs szám. És mégis tudom. Azt hagyján, hogy ez történt. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És amikor azt mondta a jópám, amikor már csak ketten voltunk ott, hogy menj, ahol gondolod, hát nézd meg, hogy milyen ez az egész, akkor én elmentem megnézni. Tudják, milyen az amazoniai őserdő? Annyira szép, hogy el nem tudom mondani. Ez tényleg a föld tüdeje. Vagy tudják, milyen a Himaláján látni, hogy éppen most is mennek föl a hegymászók. Vagy a sivatag fölött repülni, mert arra van kedvel. Vagy a tenger fölött. Majdnem ugyanolyan, mint a sivatag. Az egyik sárga, a másik kék. És tudják, milyen az, amikor a hold kering a föld körül? Annyira, de annyira csodaszép, hogy el nem tudom mondani. És aztán gondolom, elkezdtem keresni azt a jó Istent, akit egyszer nagyon elveszítettem. Akit elküldtem a csodába. Mert egyre magasabbra és egyre beljebb kerültem valahova. Az hagyján, hogy milyen a naprendszer, az hagyján, hogy milyen a tejútrendszer. Tehát azt mondtam, hogy oké, azt mondják, hogy végtelen, de biztos nem az. És azt mondtam magamon, hogy hát akkor itt lehet a vége, és megnézem, lelógatom a lábamat, hogy milyen. Persze nem létező lábamat, de nincs vége.
Csak az én gondolataimnak, az én tudatomnak van egy bizonyos határa, amit fel tudok fogni, és amikor még tovább megyek, és azt is látom, hogy ez tényleg örökkön-örökké tart, és annyi, de annyi világ van körülöttünk, hogy ellen tudom mondani, akkor hol keressem őt? És itt teljesen szabad voltál? Tehát te irányítottad önmagadat? És ezt az utazást, ezt hogyan érdemes, vagy hogyan képzeljük el? Ez olyan volt, mint egy repülés, vagy elképzelted, és már ott is voltál egyből? Vagy volt egy erő, ami vezetett téged? Teljesen szabad akaratomból oda mentem, ahol akartam. És ez tényleg olyan, mint a mesében, amikor arra gondolok, hogy akkor ott vagyok. Nincs olyan, hogy fénysebesség, vagy fogalma sincs, hogy miket mondanak, hogy mi a leggyorsabb. Ott vagyok abban a pillanatban. Viszont az első pillanattól kezdve, ahogy ott van az ember, azt érzi, hogy ő részese valaminek. És a valami is részesem, az én részem, ez a valami. Azt érzi az ember, hogy minden, de minden porcikája valahova tartozik. Hogy sokkal több annál, mint amit én magamról itt el tudok képzelni. Mert ott találkozom azzal, aki én vagyok igazából. Mert aki itt vagyok, és az a felsőbb én, akit folyamatosan keresek, az ott valahogy egyesül. És én vagyok. És részese vagyok az egésznek, és az egész is részese ennek, aki én vagyok. Vegyenek egy levegőt. De most komolyan, ilyen nagyot. Milyen érdekes, hogy minden ilyen ugyanazt szívjuk be, ugye? De részesei lettünk valaminek, és valami részese lett nekünk. Akit mi most magunknak gondolunk. Pedig mindannyian ugyanannak lettünk a részese. És volt vége a világnak? Mondtad, hogy meg akartad nézni a végét. Meg akartam nézni a végét, és azt gondoltam, hogy itt van a vége, és azért odáig tudtam menni. És aztán láttam, hogy de nem itt van a vége, hanem még tovább, még tovább, még tovább. És nincs vége. Ez tényleg végtelen. És miközben itt tudtam, hogy mennyi idő telik el. Hát amikor átéli az ember a saját életét itten időben egy pár másodperc alatt, tehát addig voltam 21 néhány éves, addig átéltem nem csak azt a 21 néhány évet, hanem azt, amit a többi embernek okoztam. És voltak utalások korábbiakra is, hogy ti már itt találkoztatok, ti már amott találkoztatok, és onnan kezdődik a szeretetlenséget, hogy te azt gondolod a másikról, hogy, és ezt be lehet helyettesíteni. Minden egyes szeretetlenségem ott kezdődött, amikor én azt gondoltam a másikról. És én tényleg meg akartam találni őt. Azt mondtam, hogy nem igaz, hogy azt mondják, hogy ott van valahol fönt. Nincsen. Mégis nekem volt igaza. És egyszerűen nagyon furcsát éreztem, amikor azt láttam, hogy rengeteg, de rengeteg dimenzió van. És nem csak egyenesekből áll, és nem csak görbékből áll, hanem ennek az összességéből is. És hogy tudom azokat a színeket elmondani, és azokat az egészeket elmondani, mert egyszerűen nincsen szavunk. Hogy tudom azokat a hangokat leírni? A fülünk csak 20-tól 20 ezer hercig hal körülbelül nagyjából. És ami alatta van, és ami fölötte van, nincs tudomásunk. De ott ezt is érzékeli az ember. És a színtartományból is csak bizonyos részeit is látjuk az egésznek. De ami alatta van, és fölötte van, arról nincsen tudomásunk.
Miközben itt mellettünk annyi, de annyi dolog van, hogy el nem tudom mondani. De nem érzékeljük. Miért érzékeljünk azokat a lelkeket, akik itt vannak maguk mögött? És egyszer csak valami ilyesmi volt, hogy puh, nagyon furcsa volt. Az volt benne a furcsa, hogy mindig tudom, hogy mi az, hogy van, és ez nincs. Olyan, mintha... Hú, mintha teremtés előtt lenne valami, amit egyszerűen nem tudok megfogalmazni. És a mi világunkban ez nincs, mert ez még azelőtt van, hogy lenne mi világunk. Viszont abban a pillanatban, majdnem 30 évvel ezelőtt, jövőre lesz 30 éve, azt láttam, hogy maguk itt ülnek. És abban benne volt az, hogy milyen volt a tavalyi cseresznyetermés, és hogy lesz-e idén hó. És minden és mindenki benne van. Minden és mindenki benne van. És aki, tehát olyan nincs, hogy valaki nincs benne, aki itt van. Mert bárki, hogyha körülnéznek, akkor részese az egésznek. Máskülönben nem lenne itt. Nem lenne a nyakában a fényképezőgép, hogyha nem lenne részese az egésznek az a bizonyos fényképezőgép, vagy a füles, amit most föltesz a fülére. Egyszerűen nem tudom másképp mondani, hogy Isten szemén keresztül láttam az egészet. Mert a van létezik, ez az a bizonyos örökkön örökké, amiben minden benne van, és mindenki benne van. A dinoszauroktól kezdve, nem tudom mi. Egyszerűen még nincsenek rá szavaink. És akkor azt mondja az ember, hogy te jó ég, hát én hazaértem. Végre itthon vagyok. Hát ezt kerestem egész életemben. Hogy én ilyen tudok lenni. És mint a varázslat, egyszer csak megszűnik, valaki a háta mögött azt mondja, gyönyörű bariton hangon. Hát de menjél, mert még van dolgod. Azt nem értem, hogy hova menjek. Hát most mondtam, hogy itthon vagyok. Nekem ez kell. Hova tudok akkor menni? És menjél. És mint hogyha a füstbe nyúlna az ember, egyszer csak semmivé kezd válni az az egész, ami ott van. És azt hagyján, hogy kézzel nem tudták kinyitni az autónak az ajtaját, hanem az a fiatal ember, aki a sofőr volt, hozott egy hatalmas nagy feszítővasat, és megpróbálta kifeszíteni az ajtót. Hát ez úgy sikerült, hogy ahogy betette a vasat, akkor az autóm háttámlája, illetve az ülésem háttámlája mögé tette. És hogy feszegette előre, nyomogatta. És a biztonsági övé ilyenkor egy ilyen nagy ütközésnél teljesen befog, meg sem mozdul. Később azt mondták az orvosok, ez olyan volt, mint hogyha egy szívmasszást kaptam volna, mert hogy a háttámlát nyomogatta folyamatosan előre. Hokkotta övözőbb, nyomta a háttámlát. És elindultam, és... Mondom olyan, mint hogyha egy füstöt próbálna megfogni az ember, gyönyörű színes füst, és nem tudom megfogni, mert nincs. Abban a pillanatban én már máshol vagyok. Nem vagyok részese annak, ahol az előbb még voltam. És hiába tiltakozom.
egyszer mégiscsak így, puf, mégiscsak így magamba érkezem. És ott áll a teherautó mögöttem, ordít mellettem egy szakállas férfi, és nem értem, hogy te jó ég, mi történt? Hát én ezt nem akartam, hogy ide-vissza. Hát elment az eszemnek, aki azt gondolta, hogy ez így jó. Hát ez itt semmi. És olyan, de olyan honvágyam van néha, hogy el nem tudom mondani. És úgy tudom leküzdeni, hogy arra gondolok, hogy nem semmi, hanem érdekes módon ez annak a része. Hát hogyha ez annak a része, akkor itt is ugyanúgy kell csinálni, és ugyanúgy kell lenni, nem? Hát ha találkoztam a Jóistennel, és pontosan tudom, hogy mit jelent a szeretet, akkor hogy tudom ezt megvalósítani? Hát ha mindenki a része, akkor nem önöknek kell ezt megmutatni? Tehát kinek mutassam meg? Hát ha magam vagyok, akkor magamnak. Nem ártok magamnak. Megbocsátok magamnak, és segítek magamon. Oké, hogyha ez rendben van, nagyon jól érzem magam, de hát mellettem még hány ember van, akiknek ezt meg kell mutatni. Milyen feladatok vannak az életben? Milliónyi feladat van, amit meg kell oldani. És minden ember egy újabb feladat. Elég ez a bizonyos 30-50 év, 5 év, 10 év, hogy megoldjuk a feladatainkat. Nem vállaltok túl magunkat egy kicsit? Én legalábbis néha úgy érzem. Itt ülök, ennek hallgatnak, kis fogaskerekek mennek ott bent. Tudok-e olyat mondani, ami mindenki számára egyértelmű? Hogy hogyan lehet szeretni? Mit jelent a szeretet egyáltalán? Még igazából ez a fontos, nem az, hogy mi volt utána, hanem hogy mi van előtte. Tudok-e úgy élni, hogy ne azon kelljen gondolkodnom, hogy jújjúj, mi lesz utána, hanem hogy jújjúj, mi van előtte. Annyira érdekes azt látni, amikor tudom, hogy ő az egy. Tényleg nincsen rajta kívül senki és semmi. Na de ha egy, akkor nem tudsz szeretni. Mert a szeretet az adás. És hogy tudok adni? Valaki ad, valamit ad, és valakinek adja. Hát ez már nem egy. És hogyha ez jó, akkor nem csak egyfelé adom önmagamat, hanem annyi felé osztom, amennyi felé csak lehet. És az abszolútumhoz képest relatívumokat hoz létre ezt a pohár vizet, a mikrofont a kezemben, ami most már nem gerjed, az önök gondolatát, a szemeit, és mindenkit, aki itt ül, aki a részese az egésznek. Azon szoktál gondolkodni, hogy hol jártál, hogy az a halál, az a mennyország, az egy köztes lét, vagy hogy az mi lehetett? Ha meghaltam volna, akkor nem ülnék itt. Hát ha a földi értelembe vett mennyországra gondolok, akkor az sokkal kevesebb annál, mint amit én tapasztaltam. Mert az ott valahol fönt, jó, hogy tudja hol.
majd egyszer részese leszek, majd egyszer ugyanebben a testben visszatérek a nagy túrót. Az biztos, hogy betekintést nyertem valahova, ahonnan nagyon sokan nem jöttek még vissza. De nem vagyok ott. A földi értelemben 4,5 perc telt el, amit megtapasztaltam, és ami sokkal, de sokkal erősebb, és sokkal valóságosabb, mint a kávéivás, vagy a teaivás. Ez egy olyan világ, amit most hogy a csodába lehet elmondani, amikor azt tudom csak mondani, hogy olyan, mintha nem hoztam róla videót, nincs fényképen, hogy mutogassam, hogy nézzétek meg, így néz ki. Minden esetre, hogyha tényleg eljutok Amazóniába, és ott ezt csinálom, meg a világegyetem másik pontjára megyek, amiről beszélek, az ugyanolyan értékű kell, hogy maradjon mindenki számára, ugyanaz kell, hogy jelentse. Nincs olyan, hogy te nem vagy részese ennek, meg a másik nem részese ennek, hanem mindenki számára ugyanazt jelenti. Teljesen mindegy, hogy hol jártam. Ez annyira univerzális, hogy nincsenek rá szavaim. Az, hogy nem ártás, megbocsátás, segítés, bárhova megyek, a világegyetem bármelyik sarkára, ugyanazt jelenti. Ha itt a Földön kell megvalósítani, akkor itt jelenti azt, hogy szerintem ez a szeretet. Hogy adok. Hát de mit tudok adni, amikor ez, ami rajtam van, hát ezt csak úgy használom. Kicsi gyerekként, amikor megszülettem, anyaszült mesztelenül, mi a csodát hoztam magammal. És amikor elmegyek ebből a világból, akkor mekkora zsebb van a koporsómon majd? Mit tudok vinni? Viszem a bankszámlámat, vagy az autómat? Hát, vagy azt a bácsit, akit meséltem. Azt a mosolyt a másik ember arcáról. Mitől leszek én gazdagabb? Hát elindultam A pontból, és odaérkezem B pontba, akkor menet közben tudok-e olyat csinálni, amitől sokkal több lesz a világ, mint amikor ide érkeztem. Hogy tudok-e úgy gondolkodni, úgy beszélni a másikkal, olyat tenni, és nem mulasztani, hogy amihez születtem világ, az sokkal jobb annál. Éppen azokért, a dolgokért vagyunk itt. Nem tudom, hogy vallásos vagy-e, vagy gyakorló vallásos vagy-e, de Istenhez való viszonyodat ez mennyiben változtatta meg, ha megváltoztatta ez az élmény, amit átéltem? Hát engem megkereszteltek, és katolikus voltam. Aztán, amikor az apám meghalt, akkor hát jártam templomba, mert anyukám elvárta tőlem, hogy járjak templomba. És azért, hogy megfeleljek neki, ezért elmentem a templomba, és ezért részt vettem. Olvastam, és a jó étügye, mit csináltam. Meg akartam felelni neki. De belül én már nem éreztem azt, amit úgy gyerekként még valahogy érez az ember, aztán valahogy eltűnik belőle. És ez azért volt, mert meghalt az apám. És egy fél év múlva meghalt a dédnagymamám, és egy fél év később, vagyis egy évvel apukám halála után meghalt a nagyapám. Csinál ilyet a jó Isten, hogy elveszi azt, akit szeretünk. Hogy mi ez az egész? Még kell elveszítenünk azokat, akiket szeretünk.
olyan furcsa, amikor ott vagyok és látom, hogy én ennyit választottam, hogy ilyen és ilyen feladataim vannak. Megmarjon a skorpió, sztrókom legyen, itt tudom én, érzem, hogy a kaszás így suhog mellettem folyamatosan. Mint a macskának, nem tudom, hogy hány élete van, 9 talán. Előtte már egy párat, és mi van még hátra? Lehet, hogy 5 másodperc múlva nem vagyok. Lehet, hogy 50 év múlva is még itt ülünk és beszélgetünk. Hol van ebbe az a jóisten, akit az ember keres? Ez vallás? Akkor mindig eszembe jut egy történet, azt mondják, hogy amikor Jézus keresztre feszítették, akkor hát ugye öregnek számította maga 33 évével, és 18-20 év körüli suhancok vették körül, akiket mi apostoloknak nevezünk. A legöregebb volt Péter, az majdnem egy idős volt Jézussal. És mert betoltak ezek az apostoloknak nevezett fiatal fiúk, ezért bezárkóztak. Húha, jönnek a római katonák, nehogy mi legyünk a következő, akit keresztre feszítenek. És egyszer csak megjelent közöttük valaki. Az összes apostol hátadőlt, és azt mondta, hogy megmondta. Hát itt van, látjátok. Miközben volt egy Tamás nevű férfi, és azt mondta, hogy elmentek ti a túróval. Hát hogy lenne itt? Hát meghalt. Adod a kezed egy pillanatra. Megfogta a kezét, megérintette a sebét, ott is megfogta, és ő abban a pillanatban tudta, miközben a többiek csak hitték. Maguk most elhitték, hogy őt megfogtam? De ő nem hiszi, hanem ő tudja. Szóval találkozom valakivel, akitől tudom, hogy ilyen vagyok. Hogy ez a pohár víz előttem ezekkel az apró pici buborékokkal van, és belenézek a maguk szemébe, és tudom, hogy ott van mindenkiben. Akkor ez milyen hit? A hét elején meghalt egy operatőr fiatal, 51-néhány éves ismerősöm. Tegnap összegyűltünk egy páron, hogy hát úgy a fényképéhez volt, aki tetmécses volt, aki nem tetmécsest, és ezt hogy tudom elmondani, amikor tudom, hogy azt akarja mondani, hogy nézzenek egy kicsit körül. Most komolyan nézzenek körül, hogy ki van mellettünk. És azt mondja nekem ez a srác, aki már nincs közöttünk, hogy az egy dolog, hogy én elmentem, de ki lesz a következő? Én? A mellettem lévő? A jobb oldalamon vagy a bal oldalon lévő? Tehát ilyenekkel foglalkoznánk, ebbe bele lehet őrülni. Nem azzal kell foglalkozni, hogy milyen szép az élet, és hogy milyen jó lenni. Hogy mit tudunk adni a másiknak. Nem elvenni, hanem adni. Aki elvesz, az nem szeret. A szeretet az ad, még egyszer mondom. Aki fél, az nem tud szeretni. Önmagát se tudja szeretni. Mert attól fél, hogy attól tart, hogy, és ez így berántja az embert, és előbb-utól csak félelem veszi körül. Elveszítem az állásomat, elveszítem a nem tudom ki, mert az autómat, a házamat, nem tudom ki fizetni a számláimat, és ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne így legyen. És mindenki áttipor, hogy ő élni tudja, és fent tudja maradni. Biztosan ismernek ilyet maguk körül.
biztosan én is ilyen vagyok. Pedig nem szeretnék ilyen lenni. Megengedik, hogy íjak egy kortyot, mert már taplót köpök. Annyit beszélek. És szerinted hogy érdemes szeretni, vagy te mit javasolnál? Mi lehet ennek a legjobb módja? Ne vártok senkinek, még magamnak sem. Megbocsátok mindenkinek, még magamnak is, és ott segítek, ahol tudok, még magamon is. Nem tudok ennél jobbat. Hogy tudom magamat szeretni? Úgy, ahogy a legjobb. Most ittam egy kortyvizet. Milyen jó volt, most komolyan mondtam. Megmertem kérdezni maguktól, megengedik? Ha nem engedték volna meg, akkor is ittam volna egy kortyvizet. Komolyan mondom, mert összeakadt a szám. Merek-e úgy tenni, ahogy nekem jó, mert tudom, hogy nem akarok ártani senkinek. Gondolkodom-e azon, hogy a másik mit gondol erről, vagy sem? Érdekel-e egyáltalán, mert tudom, hogy ő odáig tart, hogy én meg odáig tartok, ahogy. Figyelembe kell-e vennem, hogy a másik mit mond nekem, hogy szerinte én hogyan éljen az életemet, vagy sem. Vagy én ajánlom-e bárki másnak, hogy szerintem ő hogyan élje az életét, vagy sem. Van-e valaki, aki megmondja nekünk, hogy mi hogyan éljük az életünket? És ez hat-e ránk egyáltalán? Mondtad itt az energiaválságot, a jó ég tudja miket. Azt se tudom, hogy miről beszélsz, Gergő, most komolyan mondom. Jó neked. A felesége mindig jön, hogy neked elment az eszed, hát élsz bár meg, és hát nem tudom megérteni. Fogalma sincs, komolyan, szegény Melinda, ó Istenem, imádom. Hát élsz meg, hát nem érted, hát gáz. Hát most mi a túrót tudok csinálni? Hát nem egy feladat, amit meg kell oldani? Ez rajtam fölülálló dolog, nem? Mi ebben a feladatom? Meg tudom oldani, vagy sem? Kell nekem ezzel foglalkoznom, vagy azzal kell foglalkoznom, hogy oké, ötször annyit kell fizetnem most, hogy legyen áram otthon, meg tudom oldani, hogy ötször annyit fizetek, hogy milyen megoldások vannak. És ezzel belemegy mindenki, és most komolyan. És te hogy kerülöd ki ezt az érzést? Melyik érzést? Ezt, hogy nem foglalkozol ezekkel, és mégis működik. Hát de azt sem tudom, hogy miről beszél a másik. Most komolyan mondom, én nem nézek tévét, nem olvasok olyan dolgokat, amit te jó ég, hát ha elolvasnám, én belebolondulnék. Én azt szeretném, nagyon-nagyon egyszerű kérdés, így az előbb a vallással kapcsolatos volt, én azt szeretném megkérdezni, hogy miután felépült az előző egyénisége, illetve az egyénisége változott-e? Tehát a gondolkodásmódja, az látom, hogy változott, vagy folyamatában van, de hogy az a természete, ami esetleg előtte volt, hogy ugyanaz maradt-e, vagy azáltal, hogy ezt megélte, hogy az egyénisége megváltozott-e? Azt is szoktam mondani példának, amikor ott álltam egy fiatal hölgy előtt, akinek nagyon-nagyon jó barátsága voltunk. Azt tudni kell hozzá, hogy én előtte olyan voltam, mint egy lelkiszemetes láda. Meghallgattam mindenkit, és elmondtam, hogy szerintem, hogy kell tenni. És ott áll velem szemben egy hölgy, elmondja, hogy mennyire rossz a kapcsolat a férjével, ott van a két gyerek, és elmondtam, hogy szerintem nem kell, hogy ezt így elviselje. Milyen jó, hogyha elválna. És ez a hölgy, mert akkor gondolta először azt, mondta, hogy basszus kulcs, ez milyen jó ötlet. Hát tényleg ez eddig eszembe se jutott. El kell válni. Tudja, milyen az, amikor
amikor azt látom a mindenségben, hogy én milyen geci vagyok, már elnézést, ne haragudjadok, hogy ilyet mondok. Olyan genyó vagyok, hogy én elmondom a másiknak, hogy szerintem, hogy kell élni az életét. Én szerintem. És nem azt mondom neki, hogy figyelj, te látod a saját életedet. Éld úgy, ahogy neked jó. Gondold át, hogy szerinted hogyan tudnád ezt megoldani. Kérd meg a másikat, hogy ha egyek vagytok, ugye az két, ha te hozzáteszed a saját feledet, és ő is hozzáteszi, akkor az egy egész. Ha nem teszi hozzá, ha megszakadok, se tudom azt hozzátenni. És nem ezt mondom neki, hanem szerintem milyen jó, hogyha te elválsz. Ocsmány dolog voltam. Mert én azóta ilyet nem csinálok. És ezt csak azért mondom, hogy előtte én ilyen ember voltam. Tudja, milyen ez a felismerés, amikor azt tudom mondani magamnak, hogy megpróbálok úgy tenni a másikkal, hogy nekem is jól esne. Igen. És ez minden egyes pillanatban. Amikor egyedül vagyok, akkor is arra gondolok, hogy te jó ég, milyen jó itt lenni. Hogy részese vagyok az egésznek, és a teremtés előtt tudnia kellett ennek a valakinek, hogy én mondjuk itt beszélgetek most önökkel. Mert ha nem tudta volna, akkor számomra nem lenne teremtő. Hogy tudom azt elmondani, hogy az ember... Mert hogy embernek gondolja magát, azért megpróbál gondolatokkal úgy csinálni eleve. Hogy mit mondok ki, hogy csinálom a dolgomat. És nem ösztönösen tenni. Nem mindig sikerül, mert aztán én is, én akkor tudok néha csinálni, hogy csak na. De legalább megpróbálom. Nem tudom, hogy előtte képes lettem volna ilyesmire. Mit tudok mondani annak a nőnek, akinek van 4 gyereke, és nemrég a férje vonat elé vetette magát? Hogy tudom neki azt mondani, hogy ez szeretet? Ez egy feladat, amit meg kell oldani. És nem rajta múlik, hanem rajta. Hogy meg tudja mutatni a 4 gyerekének, minden egyes gyerekének, és nem véletlenül vannak ott azok a gyerekek, teljesen mindegy, hogy mi történik velünk, összeszakadhat az ég, de mi együtt meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. Tudok-e reményt adni neki úgy, hogy ő lássa meg ebben a reményt. Hogy tudja pontosan, hogy a férje pontosan tudja azóta, hogy lehet, hogy ezt nem kellett volna, de már késő. Ezt a hiányt semmi, de semmi nem fogja pótolni. De hogy meg tudja mutatni a gyerekeinek, hogy bármi adódik az életetekben, akkor talpra tudunk állni. Mert ez a feladatunk. Egy korábbi beszélgetésben említetted, hogy ezen a helyen találkoztál egy olyan ismerősöddel is, aki felakasztotta magát, tehát öngyilkos lett. Azon a helyen. Azon a helyen, igen. És ez nekem azért volt érdekes, mert ugye a legtöbbször azt lehet hallani, hogy aki öngyilkos lesz, az mondjuk nem került a mennyországba, vagy pokorra jut, de mégis azok között a lelkek között ott volt ő is. Hát nincs ilyen, hogy pokol. Nincs ilyen, hogy mennyország, ez egy. Mindenki oda kerül. Olyan emberrel nem találkoztam, aki nem került volna oda. Annyira furcsa volt, hogy a barátom, amikor elszámoltunk a többiekkel, mert nem tudok jobb szót erre mondani, amikor végignéztük a saját életünket, hogy mit csináltunk, milyen kötődéseink voltak benne. És egyszer csak megjelent.
És valami volt a kezében, és nem értettem, hogy hát nem lehetne a kezében, hát itt nincs. Nincs keze. De akkor miért ezt mutatja nekem? És mondta neki, hogy Misinek hívták őt, és mondta neki, hogy de jó, hogy találkozom veled, Misi. Hova mész? Mit csinálsz? Mi van a kezedben? Tudni kell róla, hogy egy hatalmas adósságot halmozott fel, úgyhogy nem mert elmondani a családjának, hogy ez is ez történt. Próbáltam az egyik adósságot a másikkal befedni, aztán még inkább, még inkább, még inkább, és a végén már nem tudtam, hogy milyen megoldást válasszak. És nem a családjához fordult, hogy segítsetek létszeres, mert hú, nagyon nagy baj van. Fogta magát, kiment az erdőbe, és felakasztotta magát. Mert azt gondolta, hogy oké, akkor innentől kezdve nincsen. Jaj, de jó. Lehúzzák a rolót, semmilyen problémám nincsen. Semmilyen felelősséget nem kell vállalnom semmiért. És amikor ott állok előtte, miközben próbálnak kimenteni az autóból, és próbálok elszámolni az emberekkel, és mondta neki, hogy de Misi, de most hova mész? Akkor azt mondta, hogy hát dolgom van még. Mi van a kezedben? Nem érdekes, dolgom van még. De mondom, Márek, hogy hova mész? Hát meghaltál már. Ilyen nincsen. De halál után semmi nincsen, nem halhattam meg. És nem értettem, de Misi, most komolyan mondod? Hát te is ezt tanultad. Van a halál után, mindenki azért gürizik, hogy a mennyországban majd jó helyre kerüljön, nem? De hogy is, hát ilyen nincsen, a halál után semmi nincsen. És akkor döbbentem rá, hogy ő ezt akarja megvalósítani, hogy ne legyen. És amikor újra van, akkor nem akarja elhinni, hogy újra és újra van, és ez egy pokoli körforgás, amit ő magának csinál. Mert ő nem akar lenni. Nem akar szembesülni azzal, hogy mit tett. Hogy mit hagyott a családjára, hogy önmagával mit tett egyáltalán. És amikor újra és újra találkozik a lelkekkel, a mesterekkel, az angyalokkal, akik segíteni próbálják őt, hogy te hidd el, hogy van. Hát azért tapasztalod újra és újra. Akkor ezt nem akarja elhinni. És nem tudom, hogy azóta kilábalt-e ebből. De ez pokoli lehet. Az volt nekem a legrosszabb, hogy nem tudtam neki segíteni. És tényleg nem tudom, mennyi idő kell, amíg össze csak maga belátja, hogy te jó ég, hát tényleg van. Hogy megszabaduljon attól, amit ő hordoz magában poklot. Én azt szeretném kérdezni, hogy mit tudna tanácsolni annak, aki fél, és hogy hogy érdemes a félelmet kezelni. Én korábban tanácsot adtam az embereknek, és ezért tudom, hogy milyen az nekem, hogyha tanácsot adok, és ezt szeretném elkerülni. Mi a túrottok? Hát nekem egyetlen egy problémám van, hogy tudom, hogy mit jelent a szó, de nem tudom, mi az, hogy félelem. Hiszen ha egyszer megtapasztaltam, mint ahogy megfogtam a Gergőnek a kezét, és pontosan tudom, hogy milyen az így fogni a mindenséget, hát nekem aztán bárki bármit mondhat itt, hogy ettől vagy attól félek, egyszerűen nem értem, hogy mit beszél. Hogy tudom megmutatni ezt? Elhisz, hogy minden egyes pillanatban azt várom, hogy jaj, de jó lenne, hogyha vége lenne, mert akkor újra meg tudnám kérdezni tőle, hogy komolyan gondolta-e ezt. Hogy tudja az ember leküzdeni a félelmét? Ugye a szeretet az ott kezdődik, hogy nem ártok senkinek, még magamnak sem. Hát ha a szeretet ezt mondja, és ott van a félelem, amivel ártok, akkor hogyan lehet ezt megoldani? El tudom-e magamról hinni, hogy én ki vagyok? Hogy olyan fontos vagyok a teremtés történetében,
hogy részese vagyok ennek az egésznek. Akit én a teremtőmnek gondolok, én részese vagyok. Ugyanúgy, mint maga. Milyen rosszat szeretne ő nekem, hogyha ha én benne vagyok? Hát nem azt akarja, hogy egészségben, szeretetben és bőségben éljünk. Mitől félek? Kitől van a félelmem? Ki akarja, hogy féljek? Ez egy másik dolog. Ki az, aki félelmet kelt bennem? Hogy meg tudja mutatni, hogy ő milyen hatalmas. Ilyenkor azért mindig eszembe jut az állatvilág, meg az ösztönök. De állati közösségben kialakulnak azok a rendek, hogy van valaki, aki viszi az egészet, és aztán jönnek a fiatalok, és megmutatják nekik, hogy oké, ezt vagy én is átveszem. És egy darabig le tudja küzdeni őket, és egy idő után már nem. Láttak már olyat, hogy valaki csak azért is bemegy a sorban a kocsijuk elé, és nem érdekli, hogyha összetöri a magukét. Csak hogy félelmet keltsen, és ő egyetlen egy autóval előrébb jusson. Mert ezzel akarja mutatni, hogy ő az állatok fejedelme. Nem gondolt erre? Tehát aki magába könyököl, aki magába rúg, nem azt akarja megmutatni, hogy mennyivel erősebb vagyok, mint te. Nem az állatok csinálnak így. Az ember az gondolkodik, és az nem csinál így. Tehát ha maga gondolkodik, akkor maga ember. Aki így csinál, emberformájú lény. Úgy néz ki, mintha ember lenne, de nem ember. Akkor mitől fél? Kitől fél? Nem tudja befizetni a csökkét? Attól fél? Mertem remélni. Attól az embertől fél, aki hatalmat akar gyakorolni maga felett, és megmondja, hogy mit csinálja. Hogy szerintem így öltözzél, hogy szerintem ne legyél csinos. Hogy szerintem ez emberi. Én úgy szerettem a másikat, hogy neki jó. Nem úgy, ahogy én akarom, hogy neki jó legyen. Tudja, mi a különbség? Úgy szerettem a másikat, hogy neki jó. És nem úgy, ahogy én akarom, hogy neki jó legyen. És ha valaki ilyet csinál, nem, akkor megmerem-e tőle kérdezni, hogy barátom, jó ez neked? Hogy félek-e a másiktól, hogy ezt vagy azt csinálhatja vele? Hogy fölé tudok-e kerekedni egy ilyennel? Jó estét, én is egy kérdéssel szeretnék, hogy volt egy utalása arra, hogy nem is így kezdeném, hanem hogy többféle vallás létezik. Tudom, hogy most nem a vallásokról beszélünk, valamelyik a reinkarnációt mondjuk elfogadja, valamelyik pedig azt mondja, hogy egy életünk van és lusz. És ön mondta azt az imént, hogy lélekcsoportokkal találkozott, akiket esetleg újra-újra visszakap, mint lehetséges feladatmegoldási kulcsot. És ez mondjuk összefügghet-e az élet feladatával, most ez már a kérdés második része, hogy esetleg látott-e erre utaló dolgot, hogy éppen miért ők térnek mindig vissza, miért ővelük van kapcsolatom, és hogy egy alkalom, vagy ez egy vége láthatatlan feladatkör, egy sor. Hát én azt tapasztaltam, hogy egy életem van. Attól, hogy ez nincsen, amit mostan is tapasztal és lát, attól én még vagyok. Igen, egy élet, de ez, hogy többször vissza vagyunk-e dobva a körbe, értem, hogy mire gondol, vagy egy hosszú folyamatot tekintünk egynek? Hát, ez egy, nem tudom, milyen hosszú feladat, mert az örökké valóságban nem tudom megmondani, hogy az mennyi idő.
én vagyok, aki most irányítja ezt. Ezt a játékot. Nem tudom, hogy mennyire játék. Senki nem kérdezte meg tőlem, hogy milyen vallású vagyok. Értem, csak azért mondom, hogy nem értelmezhető az, hogy vallás. De sokkal több annál. Az, hogy én többféle külsőt fölveszek, amiatt, mert találkozom azokkal, akikkel feladatom van, az részese az életemnek, ami egy. Azért mondtam, hogy minden szeretetlenségem ott kezdődött, hogy én azt gondoltam a másikról, hogy... Mert valahogy ezt így kezdtem el annak idején. Hogy én kezdtem el gondolkodni a másik fejével, és én kezdtem el megfélemlíteni, meg olyan, hogy tudja mit csinálni vele. Mert azt gondoltam, hogy az a helyes, hogyha megmutatom, hogy én vagyok az erős, és én akarom vezetni azokat, akiket úgy gondoltam, hogy majd én vezethetek. De a szeretet az azt mondja, hogy én vagyok, a többiek is vannak, és mindannyian egyek vagyunk. Nincsen olyan, hogy te erősebb vagy és nagyobb vagy ebben a mindannyian egyek vagyunkban. Nem tudom, hogy mit jelent az, hogy a reinkarnáció az azt jelenti, hogy mindig visszatérünk, ugye? És a lélekvándorlás pedig az, amikor akár én kutyaként vagy nőként is vissza, vagy nem nőként, hanem mondjuk egy pohár vízként visszajöhetek, hogyha azt szeretném. De ez onnan lehet, hogy én azt tapasztaltam, hogy más dimenzióban, hogyha én azt választanám, akár egy finom kis szellő lehetnék, ami megrögyinti éppen az arcát, és olyan jól esik egy nagy melegben egy finom szellő. Hogy a tenger is lehetnék, amelyik így a tengerparton kijön a fövenyre, és visszamegy a fövenyre, és kijön a fövenyre, és visszajön. Érdekes módon én ezt választottam. Akkor, amikor megteremtettek, azt mondtam, hogy hú, de jó, milyen jó lenne ezt kipróbálni. És onnantól kezdve nem enged. Azért nem enged, mert egy csomó feladatot csináltam önmagamnak. Mert nem tudtam a szeretetben élni. És én keresem a módját, hogy meg tudjam mutatni mindenkinek. Az egy dolog, hogy beszélek róla, messziről jött ember azt mond, amit akar. Meg tudom-e valósítani, hogy a másik érezze, hogy szeretetben tudok élni. Márpedig, hogyha ez alatt az 5 év alatt, 500 év alatt, amíg itt élünk, nem sikerül megvalósítani, akkor én szeretném azzal az emberrel, akivel szemben nem sikerült megvalósítanom, megmutatni, hogy de igenis, én meg tudom veled csinálni, hogy szeretetben tudjunk élni. És megint nem sikerül, megint nem sikerül, és a végén már nem csak gondoljuk azt a másikról, hanem fenékbe is rúgjuk. Vagy megteremtjük azt, hogy kidobjuk a munkahelyükről, mert hogy én vagyok a főnök, és menjél. Miközben neki 4 gyerek van, és nem gondolkodunk arról, hogy te jó vagyok, hát neki fenn kellene tartani a magát. Az egy dolog, hogy eddig hány életem volt, de ebben az életben, akikkel van feladatom, Gergővel, önnel, önökkel, meg tudom-e valósítani, hogy tudják, hazavihessék, és innentől kezdve gondolatban, szóban, cselekedetben, és hogy ne mulasszanak, meg tudják-e valósítani. De ez már nem rajtam múlik. Én mindent, de mindent megadok, hogy lehessen egy ilyen élete. De hogy valóban ilyen lesz, az magán múlik, hogy el tudja-e hinni. Magán múlik, hogy el tudja-e hinni, hogy én képes vagyok rá. Mit tudok tenni azzal az emberrel, aki azt mondja nekem, de hát nekem nincs ehhez erőm. A saját életedhez nincs erőd. Hát ez most te életed. Hát neked kell megvalósítani, nem nekem. Hát ha én nem tudom sugározni, akkor megette a fene az egészet, most komolyan mondom, akkor fölköpök és aláállok. De
De az, hogy a másik meg tudja elvalósítani, ez nem rajtam múlik. Megszakad a szívem. Próbálkoznak, és aztán 2 hét után ugyanoda visszasüllyednek, mert az a jobb. A semmi. És ugyanolyan életet élnek, mint korábban. Mi a csodáért kell nekem hétről hétre ezt elmondanom, hogy fölveszik, fönt van, azt se tudom, hogy hány helyre fölteszik ezt az emberek. Mindenhol ugyanerről beszélek. Mindenhol ugyanezt mondom. Ugyanezekkel a szavakkal. Hát ha egyszer elmondom, az is elég, nem 500-szor. Tudja, hány helyen voltam 30 év alatt, hogy hány ezer emberrel találkoztam. Volt, ahova 10 éven keresztül visszajártam. És ugyanazok az emberek voltak ott. Bocsánat. Valószínűleg akkor neked ez a feladatod, vagy ez az, amiért neked vissza kellett jönni? Hú, Gergő, tudod, milyen az, amikor... Szóval visszaérkeztem a nem tudom honnan, valahonnan, az álmaimból. Tényleg nem hoztam semmit, hogy azt tudjam mondani, hogy ez a mindenség, ez a valóság, csak akkor, amikor úgy teszek. Tudod, milyen az, amikor a műtét után nem ébredsz föl? Mert kómába esel. Tudod, milyen az, amikor látod, hogy mi történik körülötted, és nem tudsz elmenni, és mint hogyha egy lufiban lennél, és tudják, hogy ha felfújják a lufit, az nagyon rugalmas, és próbáltam elmenni, hiszen tudtam, hogy el tudok menni, és nem lehet elmenni. Ott vagyok a saját testem fölött, és látom, hogy lélegeztetőgépen vagyok, ott vagyok az intenzív osztályon, el vannak húzva körülöttem. Senki nem lát át a szomszédba, és mégis tudom, hogy oda egy kisfiút hoznak be, akik be van gipszelve, meg nem tudom, mi van vele. Kirúgta a labdát a kamion elé, és ott sírnak körülötte a szülei, a hozzátartozó, hogy meg fog halni, és én tudom, hogy nem fog meghalni. Tudják, milyen az, amikor a kólnában ott gondolkodik a család, hogy le kellene a másikat kapcsolni. És ordítanék neki, hogy de ne kapcsolj le, hát él, itt van a saját teste fölött. Bármelyik pillanatban visszajöhet. És milyen az, amikor az idős néni kis barna kendővel a kakaójába a kifli csücsöket látogatja, és egyszer csak megnyílik az ég, amit én már láttam. Ott van valaki, akit a mesterének, őrangyalának a jóit tudja, kinek mondhat, és megjelenik a volt férje, aki már rég meghalt, az egyik fia, aki már rég meghalt, és így néz, hogy mi történik körülöttem. Mert hogy azok a hozzátartozók jönnek és segítenek. Segítenek, hogy át tudjunk menni. Hajnali 2-kor át is ment a néni. És akkor látom, hogy jönnek a folyosón, mert csak odáig érzékelem az egészet, a munkatársaim, és néznek az ágyam lábánál. És gondolom, hogy hát ez valami nagyon rossz látvány lehet, mert látom az arcukon. És egyszer csak azt érzem, hogy ott vagyok megint ebben a vasszában, ami itt van, és döntögetnek össze-vissza, és mondják, hogy jaj, lemossuk. Milyen jó, hogy visszajött a kómából, és nem értem, hogy te jó ég, már megint itt kell lenni. Mi a túlot csináltam én, hogy már itt vagyok, már megint, komolyan mondom. Ez egy vicc. És este jön egy hölgy, hoz egy papírt nekem, és mutatja. Mondjam el, hogy ezt miért írtam le neki, és azt mondtam magam, hogy elment az esze. Hát a kezemet nem tudom fölemelni, nem, hogy írjak. Azt mondta, hogy de, hát ezt mutogatta nekem folyamatosan, amikor visszajött reggel a kómából. Hát ez egy nemzetközi jel, hogy írni szeretne. Hoztam egy papírt, tollat, kezébe nyúltam, és írt. És egy papíron fölfelé menő betűk, a végén már leesett a kezembe, már nem tudtam tartani. És az volt ráírva, hogy én jártam valahol. Hát én azt hittem, hogy meghalok. Én ezt senkinek nem akartam elmondani, és leírom. Hát én hülye vagyok. Hát ilyet normális ember nem csinál. Hát, ha ezt elmondom, azt fogják rólam gondolni, hogy hát ez tiliházba való.
Hát ilyen nincs, amiről én beszélek, amit én átéltem. Itt a lágy, hát nem is értem. Vagy idegen embernek, hogy mondom ezt? Sírt és zokogott a hölgy, de neki ez nagyon fontos. Tényleg mondjam el, hogy miért írtam ezt le neki. Vettem egy nagy levegőt, elmondtam. És azt mondja a végén nekem a hölgy, hogy rákérdeztem, és mondta, hogy hát ő az egyik nővér, aki az intenzív osztályon van, és mondta neki, de ne haragudjon, hát 2 hétig nem láttam magát. Ott voltam. Láttam mindenkit, pontosan tudom, hogy hol, milyen nővér szolgál. És amikor elmondtam neki, hogy én merre jártam, és azt mondta, hogy tudja, miért kérdeztem, ennyire erőszakosan, miért volt számomra ez fontos. De 2 hete meghalt az anyukám, amikor magának a balesete volt. És annyira összeomlottam ettől az egésztől, hogy szabadságot vettem ki, hogy ne kelljen bejönni. Ezért nem látott 2 hétig, mert most jöttem vissza a szabadságomról. És az, amit most elmondott, nekem akkora, de akkora előtt, hogy újra találkozunk, hogy nem tudom elmondani. Na hát ebben a pillanatban gondoltam azt, hogy a csoda vigye el, hát lehet, hogy ez a feladatom. Hát ezt mondta valaki itt a hátam mögött, hogy menjél, mert van még feladatod. Annyiszor, de annyiszor gondolkodtam, hogy én már jövőre nem csinálom, most komolyan mondom. De hogy tudom ezt megtenni, hogy nem csinálom? Már most írtak, hogy már februárra szeretnék, hogy elmenjek valahol. Te jó ég, hát ha az egyiknek igen, akkor a másiknak nem. Hát nem lehet ilyet csinálni. Hiába vettek fel. Hiába lesz kint megint hatalmas nagy betűkkel. Visszatért a halálból, meg a jó ég tudja, hogy miket írnak. Feltámadt. Ajaj. Azt szeretném kérdezni, hogy a megtapasztalása alapján mennyire tartja hiteles írásnak a Bibliát? Melyik részét? Hát az egészet, a komplett írás. Hát tehát ugye azt, az ugye... Ószövetség az, hogy tudták az izraeliek, a zsidók megalapozni a saját országukat, és ezek milyen háborúk voltak, meg van benne szerelmes rész, ugye a Zsoltárok könyve, meg a Jóét, ugye a Teremtés könyve. Van egy új szövetségi rész, amikor meg arról írnak, hogy volt egy Jézus nevű ember, és hogy hát a 4 evangélista leírása szerint miket csinált, miket mondott. Igen, erre a részére. Tehát az új szövetség. Hogy Jézussal kapcsolatban mit mondaná el, illetve hogy hiszi-e, ugye elmondta, hogy a kvázi mennyország pokol, tehát így nem létezik, legalábbis ahogy az én fejemben él, azt tetszett mondani, hogy nem körül, tehát nem lehet külön választani ezt a kettőt, mert hogy ott mindenség van így egyben. De az, hogy például Jézus eljön és ítél élőket és holtakat, tehát hogy ezt elhiszi-e, vagy ezzel kapcsolatban. Hát egyetlen rossz hírem van, hogy én nem találkoztam vele személyesen. De komolyan mondom. Az viszont érdekes, hogy amiket én megtapasztaltam, és amiket most mondok, ebben minden benne van, mert ő is erről beszél. Illetve elsősorban ő beszél erről, én meg csak úgy próbálom követni, és a saját szavaimmal valami hasonlót megfogalmazni erről. Most egy kicsit magának is válaszolva. Van a Bibliában, az Új Szövetségben egy olyan rész, amiről én nem is tudtam, fogalma sem volt, hogy benne van. Olyan címen fut, hogy Jairus leánya. Ha gondolják, akkor majd olvassák el. Nézzék meg, hogy mi van benne. Beírják a interneten, biztos van róla valami, amikor megjelenik. Tudja, milyen azt átélni, amikor kicsi lány vagyok. Egy zsidó kisvárosban. És nagyon-nagyon beteg vagyok. Az apám azt mondja, hogy
Azt mondják, hogy van itt egy gyógyító, egy Jézus nevű ember, most éppen a városban jár, és mindjárt jövök, hogy meggyógyítson téged. És egyszer csak én azt veszem észre, hogy már föntről láttam az egészet. Követem, hogy megy az apám, és hatalmas tövek között próbál utat törni, hogy megkeressen egy embert. Mert hogy a városnak az egyik részében hihetetlen mennyiségű pár százas tömeg összegyűlt. Az a hihetetlen mennyiségű, persze a kornak megfelelő hihetetlen mennyiségű. Akik ott voltak és nyújtották a kezüket, szóval, hogy jaj, majd ilyen megfoglak, majd ilyen megérintelek, nem akarok gyógyulni. És nem engedték, hogy tovább menjen. És valahogy utat tört az az ember, aki az apám volt, és azt mondta ennek az embernek, hogy siess, mert haldoklik a lányom, kérlek, könyörgöm, gyere! És mondta, hogy de látod, hogy mivel kerül, próbálok menni, de nem tudok. És a szerencsétlen temetőszolgáló próbált utat törni, és őrület volt e körül az ember körül, akit úgy hívtak, hogy Jézus. Még egy olyan is történt, és erre lehet, hogy emlékszik, hogy egyszer csak azt érezte, hogy valaki megfogja a ruhája szélét. És gyorsan megfordult, és megkérdezte a körülötte lévőt, hogy ez ki volt. És egy asszony egyszer csak jelentkezett, hogy én csak azt gondoltam, hogy meg akarok gyógyulni, és hogy ha megérintem a ruhát szélét, nekem az éppen elég ahhoz, hogy meggyógyuljak. Ez a Jézus nevű ember azt mondta ennek a hölgynek, hogy a hitet gyógyított meg. És ment tovább, hogy a templom szóló után minél hamarabb odaéljen ahhoz a kislányhoz, aki már föntről nézte ezt az egészet. És amikor megérkeztek a házhoz, akkor már sírtak a szolgák, és bebugyolálták gyógysba azt a testet. És azt mondta azoknak, akik ott voltak, hogy mindenki menjen, mindenki, mert csak alszik, és nem akarták elhinni. Azt mondták, hogy dehogy alszik, hát most halt meg, hát tudjuk. Dehogy is csak alszik. Bezárkóztak, és egyszer csak azt éreztem, hogy valaki ott van mellettem, ahol én fönt vagyok. És itt kell lennem utána. És akkor szólt a szolgának, hogy hozzatok enni, mert éhes. És akkor én már ott vagyok, mellette lent. Ez nincs a Bibliában, de CH-val, Hanna vagy Anna, így hívták a kislányt. Mert én arra is emlékszem, hogy volt egyszer egy ilyen életem. Azért érdekes ez az egész, mert olyan dolgokat hall az ember, amikor azt mondják, hogy Jézus. Hogy kell szeretetben élni. És hogy mennyire kell, vagy mennyire jó emberként lenni. Mi volt az első csodatétele? De volt egyszer egy mennyegző, vagyis egy lakodalom, ahol gondolom összegyűltek egy jó párral, és mulatoztak. Ettek, ittak, és elhagyott a bor. És a Jézus nevű ember ott volt a mulatság közben. És nem azt mondta, hogy jaj, hát én szent vagyok, és nem tudom ki vagyok, és én nem megyek ilyen helyekre, hanem elment, és együtt evett ivott az ott lévőkkel. Milyen emberi dolog, nem? Jól érzem magam, és ha meghívnak egy vacsorára, amit köszönöm, Gergő. És hiába akartam mondani, de kifizettem a magam felét, és azt mondta, dehogy is. De nem tudom, hogy volt-e, nem tudom, hogy az, amit átéltem, az igaz-e.
de mennyire érdekes, hogy arról szól, hogy szeresd úgy önmagadat, vagy szeresd úgy a fele barátodat, mint önmagadat. Visszatérve a hétköznapokhoz, illetve a való élethez, azt szeretném megkérdezni, hogy a félelem, amiről beszélt, hogy kell-e félni ettől az úttól, ami mindenkire várt, tehát ugye mindenki fél a haláltól. Kell-e félni attól az úttól, ami az életünk végén vár minket? Hát én azt tapasztaltam, hogy nem kell félni attól, hogy mi van az életünk végén. Tehát, hogyha félre tudjuk tenni ezt a félelmet, akkor gyakorlatilag mindenféle félelmet félre tudunk tenni, és örömteli életet tudunk élni. Hú, hát, hogy ki, nem mondom, mit, hogy úgy van. Ki mit gondol, és kinek mi a félelem? Ez sokkal összetettebb annál. Meg nincs, hogy kell, meg nem kell. Nem, igen, igen, ezt nem jó. Nem jó szó az, igen, hogy kell félni, vagy nem kell félni, inkább az. Hát én azt mondom, hogy én nem félek. Tényleg nem tudom, mit jelent az, hogy félni. Okkal van sincs. Tudom, hogy mit jelent a szó. Hát. Csak az útra. Tehát én az útra gondoltam, hogy amin ön már átment. Megkérdezhetek valamit? Igen. Mennyi ötszöröt? 25. Mikor tanulta ezt? Ilyen pici gyerekként másodikos volt, amikor ezt megtanulta. Igen. Nem felejtette el. Minden nap elkezdte gyakorolni azt, hogy ne vártok, megbocsátok, segítek. Szerintem olyan 3-4 hónap kell hozzá, mint az egyszer egyhez, amikor bemagolta, hogy ezt napi szinten alkalmazni tudja. És ha minden egyes nap alkalmazni tudja önmagával és mindenki mással szemben, éppen azért, mert gyakorolja, akkor egyszer csak ez megváltozik, amiről most kérdezett. Mitől kellene félnem? Kitől kellene félnem? Mi jöhet az én életembe? Nem egy olyan dolog, amit valahogy meg kell oldanom a legnagyobb szeretetben? Bármi lehet. Bárki jöhet. A legnagyobb szeretetben. Hát, ha ellenem olyasmit tesznek, most komolyan mondom, hogy mit nézzek rajta? Az, hogy egy genyó emberrel leszel szemben, és nem az, hogy te jó ég. Hát ebben a genyó emberben ott van a teremtő. Félelem a végtől. Tehát én most ezt fogom. De mi a vég, amikor a végtelen megtapasztalja az ember? Amikor a testünk elhagyja. Vagy a lelkünk elhagyja. Az csak egy állapot, hogy én eddig voltam abban, és most ugyanúgy folytatom tovább, mint hogyha mi sem történt volna. És azzal már nem törődök. Tudja, milyen furcsa lesz, majd legközelebb ide születtem. Semmire nem fogok ebből emlékezni. Egy pici emléken nem lesz róla. Pontosabban lesz. És szeretném elmondani, de ekkora pici csecsemőként annyit fogok tudni mondani, hogy óá. És pisilek, és kakilok, és etetnek, és semmit nem tudok elmondani belőle. És áhítattal nézek az édesanyára majd. Mert tudom, hogy ő azt választotta, hogy ő az édesanyám lesz, és a legszebbre és legjobbra, ami csak belőle telik, arra tanít, hogy megalapozhassa az életemet. És a nagyszüleim és a testvéreim és mindenki más azért van, hogy belőlem egyszer csak valakivé kezdek válni. Annyit szeretnék kérdezni, hogy ez a tapasztalása az ilyen egyéb emberi érzéseire milyen hatással volt, hogy a félelmet már nem érzi, de hogy kíváncsiság, zaklatottság, düh, ijegység, kedvesség, nem tudom, tehát hogy ezeknek az átélése. Ez milyen olyan dühös tudok lenni, hogy el nem tudom mondani. Nem biztos, hogy látszódik. Hogy magamban ott van, és így. Az biztos, hogy így van. De jó-e az nekem, hogyha a másik látja rajtam, hogy egy kanálvízbe akár meg tudnám ölni. Ez komolyan. Egyébként, bocs, ez a baleseted előtt is így volt? Akkor is ennyire nyugodt voltál?
hogy kifelé nem nagyon látszott semmi, vagy ez a baleset? Nem, akkor azt próbáltam mutatni, hogy én milyen olyan vagyok, hogy csak na, én a veséig láttok a másiknak. Tudja, milyen fontos kulcs, hogy tényleg tudom a másikat úgy szeretni, hogy nekem jól esne. Hát ha velem ordítanak, akkor nem esik jól. Tehát, hogyha én ordítok a másikkal, akkor valószínűleg neki sem esik jól. Meg tudjuk-e úgy oldani, hogy ne ordítsunk. Nem mindig sikerül. De akkor ezt tudatosan próbálom, hiszen van olyan dolog, ami van olyanak, inkább úgy mondom, hogy van olyan helyzet, amikor tudom, hogy neki meg kell tanítani. És az ő számára csak így lehet megtanítani, hogyha leordítom a fejét. De akkor ezt tudatosan csinálom. És nem csak úgy ösztönösen, hogy akkor most ki kell, hogy jöjjön belőlem valami. Az egy dolog, hogy ő utána hogy csinál, de ott, akkor abban a pillanatban megtanulja. És én mindent megtettem magam részéről. Tudja, milyen fontos meghagyni a másikat abban a hitben, ami az övé. Fogalma sincs, hogy miben hisz a másik. Megmondom, igazából nem is érdekel. De valaki abban hisz, hogy nem hisz. Van, aki meg a jóét tudja, hogy miben hisznek az emberek, hogy annyiszor mondták, hogy a Bibliának nem tudom melyik, hú, édes Istenem, most ha ebben hiszel, és nem mondhatok ellen neki, örülök, hogy te hiszel valamiben, legalább az előrébb viszi az életedet. Nem szabad egy picit sem szabad kibökni, vagy kizökkenteni a másikat a saját hitéből. Hát ha kizökkentenénk a másikat a saját hitéből, akkor abban a pillanatban ő háborút indítani, hogy megvédje a hitét. És minden háború a hit háborúja. Mert én abban hiszek, hogy nekem van igazam, a másik meg abban hisz, hogy neki van igaza, és ezért összecsapunk. Én azt mondom, hogy higgyél, amiben akarsz, csak ne harcoljunk. Nem egyszerűbb. Ne erőltözz rám, én sem erőlteted rá. Csináljuk úgy, hogy ez jó legyen mindannyiunknak. Ezért vagyunk itt. Abban hiszel, bezárod a négy ajtó. A lakásodban az összeset, ahova akarsz, oda lemész abba a pici pontba, ahova le tudsz ülni, és higgyél, amiben akarsz. Ez a te dolgod. Ez, amiről én beszélek, ez sokkal több ennél, hogy rám akarja ültetni, hogy szerinted miben kellene hinni, meg hogy csak eddig mered megengedni a saját tudásod, tapasztalatod szerint, hogy ez lehet a szeretet. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, szabad-e megkérdezni, hogy van egy gyermeke? Ketten is vannak. És velük kapcsolatban ezt hogyan lehet érvényesíteni, hogy ne szóljon bele, és ne zökkentse ki az életükből, de még szülőként támogassa és irányítsa az életet. Hát igen, de amikor ők a világra születtek, akkor az én dolgom, hogy erre a világra idomítsam őket. Tehát ez teljesen más, mint más. És hogy én mit mutatok nekik az életből, az az én felelősségem, hogy ami szerintem a legszebb és a legjobb, azt át tudom-e neki adni. Uh-huh. Nem véletlenül mondom, hogy idomítani, mert hogy ami itt van körülöttünk, erre rá kell idomítani azt a kicsi lelket, aki még onnan jön azzal a tudással, hogy ő a minden. És pontosan tudja, hogy én milyen szerepet játszom az ő életében. Hát nem véletlenül választott minket, hogy ide szülessen. A fiam 5 éves volt, a lányom 3 éves volt, amikor Mikulás csomagot kaptak. Mindenki egyébként az egész családban, és a fiam leült a szoba közepére, és kezdte szétosztani. 5 éves. Ez az enyém, ez az enyém, ez nem is mondta neki. Petinek hívják, és mondta neki, hogy figyelj, a Sára is, mert a lányom Sára, a Sára is kapott. Látod, ugyanannyit kapott, mint te. Ne osztjét a fiadat. Mondta, hogy de nem akarom odaadni a Sárának. Mondta, akkor
nekünk se ad végtűnös. Látod, hogy összes cipőm tele van Mikulás csomaggal. Ne hozz szét azt, amit ez a tiéd, tedd el. Jó? Hozd be, edd meg. De nem is nektek adom. Nem értettem, mamának se. Látod, neki is van cukorbeteg, nem eheti ilyesmit. Tiéd. Nem nektek akarom ezt adni. Nem értettem, de akkor kinek? 5 évesen azt mondja, hogy tudod, a Bálint, neki soha nincsen Mikulás. Az óvodában, holnap azt tudom neki mondani, hogy vérfelül idehozta ezt. Én nem tudom, hogy mikor fogom tudni ezt megtenni, hogyha nekem ennyi van, de csak ennyire van szükségem, hogy a másik felét tudom eladni olyan szívvel a másiknak. Mert erről szól a szeretet, hogy adok. Köszönöm. Én köszönöm. Mostanában olvastam a hírt, és egy picit ön már említette, hogy angyalokkal találkozott, vagy hogy mindenki mögött ott áll az őrangyala akár. Ugye a 2000-es évektől így nagyon felfutottak ezek a spirituális mozgalmak világszerte, mindenféle angyalokkal beszélgetés, meg csatornázások, stb. És most olvastam egy megdöbbentő hírt, ennek az angyalokkal való kommunikációnak az amerikai nagyasszonya mostanában visszavonta az összes könyvét, nem engedi, hogy kiadják, és megtagadta, amit eddig ő tanított, de neki onnan eredt ez az egész, hogy gyerekkorában ő úgy gondolt, hogy az őrangyala szólt hozzá, és megmenekült, tehát egy halál közeli élményt úszott meg, tehát nem halt meg, mert figyelmeztetést kapott, és ezért tanított az embereket, hogy hogyan kommunikáljanak a saját angyalukkal, és most pedig azt mondja, hogy ezek mind démonok voltak, és csak Jézus létezik, és mindent megtagad. És ennek az ön tapasztalásának fényében szeretném megkérdezni, hogy ön látott-e, találkozott-e ezzel a fajta dualitással a szellemi világban, hogy akár ilyen sötét lények, vagy ugye amit a katolikus egyház démonoknak nevez. Tehát, hogy akik most mi ránk itt a földön hatnak, ugye, azt mondja a vallás, hogy az egyik fületbe súg a sátán, a másikba az angyalod akár, hogy erről volt-e valami tapasztalása, hogy mi a helyzet ördög és angyal ügyben. Hát azt tudom, hogy vannak angyalok. Így tudom, nincsen más szavunk rá, valahogy a kultúránkban ez van ránk. Azért hívom még mestereknek, mert van egy másik kultúra, ahol így nevezik ezeket a lelkeket. Ezek olyan lelkeket is lehetnek, akik itt már nem kell, hogy többet lejöjjenek, mert mindenkivel, aki körülöttük volt, szeretetben meg tudták oldani az életüket, és onnantól kezdve szabad választásuk, hogy ide akarnak jönni, vagy ott segítik azt a választást, hogy én hogy tudom megoldani a saját életemet azokkal, akikkel még van feladatom. Viszont olyan angyalok is vannak, akik tényleg angyalként születtek. Én olyannal nem találkoztam, hogy démon. Olyannal találkoztam, hogy félelem. Olyannal találkoztam, hogy mi testesítünk meg a saját gondolatvilágunkban, a saját mesevilágunkban alakítunk ki a dolgokat, amik aztán hatnak az életünkre. De az is csak általunk. Mert mi olyan dolgokban hiszünk, hát ami tényleg mese. Olyannal találkoztam, de az csak elvétve van, hogy valaki nem tud elszakadni attól a környezettől, ahol élt. De nagyon-nagyon nehéz sorsa volt, és valahogy ragaszkodik, és tapasztalható is, hogy akár szabad szemmel láthatóan, hogy van ott valami, egy lélek, aminek nem kellene ott lennie. De ez nagyon-nagyon ritka. Éppen azért, mert hogy mondtam, hogy egy olyan dimenziót kellene nekünk megjeleníteni, amire nincsenek érzékszerveink,
és nekik más dolgok van egyébként. Tehát aki innen megy, ő azt akarja, hogy a saját életét újra tudja nézni, hogy abból megtanuló, vagy kivel milyen feladata van, egy új életet tudjon úgy lerakni a többiekkel együtt, hogy megint tudjanak találkozni. És megint meg tudják oldani szeretetben. Legalábbis a lehetősége meg legyen, és aztán amikor itt vagyunk, akkor újra szabad választásként. Vagy igen, meg tudjuk oldani, vagy nem ezt a feladatot. De hogy valaki súgjon, ha mi engedjük, akkor súg. Az ember az nagyon érdekes, mert van rálátása az ember alatti világra, és van sejtése az ember fölötti világra. Ha én kialakítok valami olyasmit, megteremtek, ami nekem súghat, az csak nekem súg. Erre szoktam mindig azt mondani, hogy fordulj már itt az őrangyalodhoz, vagy a mesteredhez, és kérd meg már őt, hogy segítsen innen így minél távolabbra. Hogy ilyen szabad akaratból azt tudjam csinálni, ami jó. Abban nem kérhetem ezeknek a segítségét, hogy olyan dolgot tegyenek meg, amit nekem kellene megtenni. Mert ott állnak, és hát nézzenek, nem vagy normális, hát ez a te dolgod, ezt neked kell megoldanod, hogy tudnék segíteni. De hogy olyat, amit én megteremtek, és az számomra nem jó, és félelem van benne, hogy vajon valaki olyan föntről jön, és hú, hallottam már én is ilyeneket, amiket most mesélt. Ez egyszerűen nincsen ott abban a pillanatban. De egyébként sem létezett. Annyira gazdag az emberi fantázia, hogy el nem tudom mondani. Ezt csak azért mondom, mert nemrég írt nekem egy úr, hogy akkor van-e angyali imám, és nem értettem, hogy milyen angyali imám, meg miket írt nekem. És rákérdeztem, és azt mondja, hogy tudod, mert szombaton már nem vagyunk itt. És nem értettem, szombaton nem vagyunk itt. Hol? Hát szombaton nekem itt van dolga, mi az, hogy nem vagyunk itt? Hát tudod, világvége. Jaj. Van egy barátom, egy ismerősöm, aki hát most már vagy tizedszer azt mondja, hogy jön a világ vége, és ezért bespejzol nem tudom mennyi konzervet, nem tudom mennyi illóvizet, már beszerzett nem tudom miket, hogy akkor ő majd túléli a világ végét. Ugye van olyan, amikor erre vallást is alapítottak, és mondták, hogy na majd 1800, nem tudom, mikor jön a világ vége, és azóta várja ez a társaság a világ végét, és erre mindig eszembe jut, hogy hát nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Azt nem tudom, hogy én mikor halok meg, nem, hogy világ vége, ami egyébként nincsen. Mert az örökké valóságban nincsen, hogy vége van. Kinek mit jelent a világ vége? Tehát akkor azt mondod, ha jól értem, hogy tulajdonképpen egy, mindenkinek egy élete van, de az lehet végtelen hosszú, de többször születhetünk a Földre, és tulajdonképpen egyetlen egy feladatunk van, az, hogy szeressük magunkat, és szeressük az embertársainkat. És adjunk. Legyen ez a végszó, mert ez tök jó és pozitív végre, de az egész este az volt. Ha nincs önöknek se több kérdése, akkor elengedni a Lacit. De még nem zárt. Én ilyenkor azt szoktam mondani, ne haragudj, hogy közben szólok, hogyha valaki úgy gondolja, hogy csak úgy nekem szeretné föltenni azt a kérdést, amit mindenki előtt nem akart föltenni, itt vagyok, nyugodtan megteheti. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetedet. 2000, nem tudom, mikor 6-ban találkoztunk utoljára, Gergő? Hát 6-ban. És amikor együtt vacsoráztunk, akkor mondtam, hogy soha nem gondoltuk volna, hogy így együtt ülünk egy asztalnál, hogy egy ilyen dolgot élünk át.
így igaz. Pedig már akkor is benne volt. Sőt, az idő kezdete előtt kellett tudnia ennek, akitől te is lehetsz, én is lehetek, a mikrofon is lehet, mert ha nem tudta volna, akkor számomra nem lenne az aki. Vagyis bármit csinálunk, bármit döntünk. Szabad akarat, de akkor is tudja. Pontosan tudja a legrosszabbtól a legjobbik, hogy ez a lehetőség benne van, és csak rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk. Hogy jobbra megyünk, vagy balra megyünk, levegyünk, vagy fölmegyünk. Vagy egy túlosztáskát teszünk, és odaadjuk a másiknak. Szóval a szombat estéjüket itt töltötték velem, hát le a kalappal maguk előtt. Ezt most nagyon komolyan mondom. És ezt érezzék is, ne csak úgy jó van mondja. Az idejüket, ami a legdrágább dolog a világon. Mert ami elmúlt, az már vissza nem jön. Azt önmagukra áldozták, most ez az hatalmas nagy dolog. Nem rám meg ezt, hogy meghallgassanak, hanem magukra, hogy jól érezzék magukat. Le a kalappal mindenki előtt. És köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Jó éjszakát mindenkinek. A jó ég áldjon mindenkit.